Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás január 12-én. Mielőtt indítanék ezzel a jóslással, szeretnék valamit közölni veletek. Tudom, hogy így január közepén vagyunk, és a Valentin nap még eltart egy ideig, de én most már mondanám ezt a kedvezményt, hogy időben meg tudjátok rendelni, hogy időben megkapjátok a jóslást. Ez egy akció, mégpedig egy szerelmi kirakás, és ehhez jön egy párkapcsolat elemzés az indiai asztrológia szerint. Ehhez kérném a születési adatokat, ha lehet órával, ha nem, az is rendben van, mert meg tudom a bolygók állását tekinteni. Ez az akció most 5000 forintba kerül. Ebben benne van a jóslás és az asztrológia is. És most megtekintjük a három kérdőjeles jóslást. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mi foglalkoztatja őt, és ezt most megnézzük ennél a kirakásnál. Itt ezen a felső képen látunk egy angyalt, és szimbolizálja a harmóniát. Pontosan ezek most az ő gondolatai. Valamit rendbe szeretne tenni. Az egyik korsóból az arany folyik, az utal a napra, utal a férfias energiára. A másik korsóból az ezüst folyik, az utal a holdra, és az a női energiát, az érzelmeket szimbolizálja. Így ez a nőies és férfias energia itt egy hangban van. De nem csak ez, hanem a gondolatai és az érzelmei is. Ő valamit szeretne rendezni. Lehet, hogy a kapcsolatot kettőtök között. A második kép utal az ő érzelmeire. Óvája, most közeledik valami hozzá. A felső kép mutatja a harmóniát, és itt valami jön, ez lehet egy támadás is. Én úgy érzem, ez a nyugalom a vihar előtt, amit ő érez is. Hogy ki támad rá, vagy milyen szándékkal közeledik, nem lehet tudni. Az sem, hogy ez egy nő, vagy egy férfi, mert nem látni ezt az alakot. A következő kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. Ezt a képet kétféleképpen tudnám elmagyarázni. Lehet, hogy ő érzi, hogy jön most ez a vihar, ez a nyugtalanság, vagy egy támadás, és emiatt bizonytalan, vagy vannak félelmei, és visszahúzódó. A felső kép mutatja, hogy ő szeretne ebben a harmóniában maradni, és nem tudja, hogy most mi történik nála, és mivel ő visszahúzódó, akkor nálatok van ez a feszültség, amit ez a harmadik kártya mutat. Nem tudtok lépéseket tenni, nem tudjátok, hogy mi történik a következő napokban, minden olyan bizonytalannak tűnik, emiatt így fogva érzitek magatokat. A 8-as szám is egy húzavonára utal. Viszont az is előfordulhat, hogy ő érzi így magát, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van, mutathatja az ő helyzetét is, hogy ő elmondja azt,
hogy nem tud tenni jelen pillanatban semmit, mert körülötte minden olyan átláthatatlan. És most megtekintjük a napi kártyát. Ez a lilium az ártatlanságra és a tisztaságra utal. Van egy ilyen tisztító hatás. Itt rendeződnek a dolgok, bízzatok ebben. A Lenormand kártyánál ez a lilium utal testi kapcsolatra is. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat ti választhattok. A díjam 3500 forint. Ha bővebben kéritek az elemzést asztrológiával kiegészítve, akkor 8500 forint. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!